Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedben. Adventet ünneplünk, és valakit várunk, hogy kegyelmével a bűntől szabaduljunk. Örömmel és hittel várjuk segítséged, Urunk Jézusunk, így köszöntünk téged. Szörnyű terhünk a bűn, bénítja a lelket, bűnnel terhelt lélek, hiú reményt kerget. Bizalmunk csak te vagy, jóságos Istenünk, szövetséget ígérsz, hogyha hozzád térünk. Olvasmány Szofóniás próféta könyvéből. Dalolj Sion leánya, zeng éneket Izrael. Örülj és ujjong egész szívedből, Jeruzsálem leánya. Elvette az Úr ítéletedet, elűzte ellenségedet, Izrael királya, az Úr közöttetek van, ne félj többé semmi rossztól. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemben, ne félj Sion, ne lankadjon kezed, veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáélesz szeretetével. Örül majd neked ujjongó örömmel, úgy, mintha ünnepet ülne. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Új világot gyújtasz, hogy helyesen lássunk, hol, hogyan keressük igazi boldogságunk. A harmadik gyertya serkent, buzdít minket, hogy felét fordítsuk szívünket, lelkünket. Könyörögjünk! Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja népet karácsony ünnepét. Add kérünk, hogy üdvözítünk születésének nagy napjára elérkezve, örvendező lélekkel áhítatosan ünnepeljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Halleluja! Legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte, mit tegyünk? Akinek két ruhája van, válaszolta, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen. Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá. Mester, mit tegyünk?
ezt felelte nekik. Ne követeljetek többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték őt a katonák is. Hát mi mit tegyünk? Nekik így felelt. Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal. A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus? Ezért János így szólt hozzájuk. Én csak vízzel keresztellek titeket, de eljön majd, aki hatalmasabb, akinek sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa a szérűjét, a búzát csűrébe gyűjtse, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégesse. És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Krisztusban, kedves jó testvérek! Advent harmadik vasárnapja, az örvendezés vasárnapja. Szentmise kezdő énekében így imádkozunk. Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van. Advent alaphangulata az öröm. Egy örömteli, csendes várakozás. Örömteli, csendes várakozás Jézus Krisztus születésére, második eljövetelére. És ennek az örömteli várakozásnak, a reményteli várakozásnak ma is sugároznia kell a keresztény emberek életéből, arcáról. Ha megnézzük az életünket, láthatjuk, hogy az nem más, mint az öröm és a szomorúságnak a váltakozása. Amikor a boldogság van ott a szívünkben, a lelkünkben, az öröm, akkor, hogy mondani szoktuk, szinte madarat lehetne velünk fogadni. Mert az öröm, a boldogság az mindig fölemel bennünket. Gazdagít, erőt ad, lelkesít. De nem az a tulajdonsága, feladat, hogy állandó legyen az életünkben. Mert ott van a szomorúság is, a megpróbáltatás is, a fájdalom, a szomorúság, ami lesújtja az embert, fáradtá tesz, leverté tesz, gyengévé tesz bennünket. Számomra az egyik kedves ószövetségi olvasmány hangzott el Szofóniás prófétától. Szofóniás próféta az öröm hangján szólalt meg. A választott nép felé a remény hangját adta át. És ő is örömre, újongásra szólítja fel a népet. Hát mi ennek a háttere? Szofóniás próféta az Ószövetség egyik nagy prófétája, egy adventi nagy próféta. A babiloni fogság előtt és a babiloni fogság alatt működött. Gyakran fellépett a hamis Isten tiszteletek ellen, sőt, keményen támadta a nép vezetőit. Könyvének utolsó versei a fogság utáni hazatérésre vonatkoztathatók. Hiszen tudjuk, hogy amikor a zsidó nép hazaér a fogságból, akkor közös erővel újjáépítik a romba dölt országot, a romba dölt város Jeruzsálemet, a romba dölt templomot, ami számukra a legfontosabb volt. És ezért mindent megtettek. A fogságból hazatérve. Tehát mi volt a boldogságuk, az örömük oka? Hát ez a szabadság. Vigyázzat, nem a szabadosság. Az Istentől kapott szabadságuk.
Aztán örömük és boldogságuk oka volt a templom, az új templom. Aztán, hogy egy új életnek a birtokosai lehettek. Ez a jelen az életükben. De mi volt előtte? Milyen út vezetett el idáig? Milyen lépéseket tettek meg a zsidók, hogy egy új élet várományosává válhattak? Szintén olyan szépen írja a Szentírás, ez a választott nép nem tett mást, mint ott ült Babilon partjainál és sírt. Mit jelent ez? Hogy kimondták az Istennek, őszintén kimondták az elrontott bűnös életüket. És ezzel elkezdődik egy párbeszéd az ember és az Isten között. Azaz imádkoznak. Aztán ez adott nekik erőt a folytatáshoz, amely nem volt más, mint a bűnös, önmaguktól való elszakadás. Tehát a zsidó népnek az életútja az örvendezésig ez a két nagy lépés. Megszólítják az Istent, párbeszéd az Istennel, és a bűnös, önmaguktól való elszakadás. Hát nem, de ez a Szent Jónásunk is. Amikor leülünk Babilon partjainál, megsiratjuk a bűneinket, elvisszük a Szent Jónásba, megszólítjuk az Istent, párbeszédbe kerülünk, bevalljuk a bűneinket, beismerjük a bűnös életünket, és a föloldozással megszabadulunk a bűnös múltunktól, életünktől, és egy új lappal kezdhetünk egy új kegyelmi életet. De a zsidó nép itt nem fejezte be, nem pipálta ki, hogy ez is megvolt, hanem tettekkel bizonyították az Isten iránti hűségüket. Az apostol mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Nem ülhetünk ölbetett kézzel várva a sült galambot. Nem pipálhatjuk ki, hogy megvolt az advent, misén is voltam, gyontam, csak úgy felületesen, mert ilyenkor szokás, meg aztán adományt is adtam, egyházadót is fizettem, de lusta vagyok, semmit nem teszek a hitemért. Igen, fiatalon, gyerekfejjel, felnőtt fejjel, öregen, ki a maga lehetőségeihez mérten. A zsidók a babiloni fogságban a szabadulás hírének ismerete előtt szomorúak voltak, az életüket fájdalmasnak és kilátástalannak hitték. De ez a bűnbánatuk, ez reményt adott nekik a szabadulásra. És ezt a képet fordítsuk le a saját életünkre. Látjuk, érezzük, tapasztaljuk, hogy a mi életünk a mindennapokban sokszor milyen szomorú, fájdalmas, üres, kilátástalan. Hányszor mondják azt sokan, Feri atya, az én életem már semmit nem ér, egy fabatkát se ér, de jó lenne már meghalni. Hát ez nem keresztényi hozzáállás. Az életünk ajándék az Istentől, csak az Isten veheti el. És a bűnnek a szolgái vagyunk, a rabjai vagyunk, és számunkra ez a babiloni fogság, ez tart bennünket fogva, a bűn. És a bűnből, ebből az állapotból mi is azon az úton szabadulhatunk ki, amely utat a zsidók életében megismerhetünk. A bűnös önmagunktól való szabadulás, a bűneink kimondása az Istennek, és a bűnös önmagunktól való szabadulás. És a zsidók, ahogy mondtam, hazaérkezésük után,
elkezdik közösen a munkát. Saját erejükből, mert most már éreznek magukban annyi erőt, lendületet, hogy el tudják végezni a munkát, és elkezdik az építkezést. Kedves testvérek, amikor mi is romosnak tartjuk, romosnak találjuk az életünket, a családunk életét, a környezetünket, a gyermekeink életét, unokáink életét, a barátaink, ismerőseink életét, akkor kell érezni magunkban annyi erőt, hogy igenis, fölépítem azt újra és újra. De ahogy mondtam, a sült galamb nem esik csak úgy az ölünkbe, ezért nekünk is tenni kell, mindent meg kell tenni, határozott tettekre van szükség. Néha kemény lépéseket kell megtenni, de nem egyedül, hanem a Jóistennel közösen. És ha ezekre a tettekre nem tudunk vállalkozni, ha nincs elég bizalom bennünk az Isten iránt, akkor sohasem leszünk a keresztény örömnek, a keresztény reménynek a hordozói. Higgyük el végre, hogy a természet feletti öröm, a természet feletti remény, az Istennel való öröm képes egy egész életen át átalakítani az embert. Nos, ez a remény, ez az öröm küldte keresztelő Jánost, hogy legyen Jézusnak az előhírnöke. Olyannyira megélte ezt, hallottuk az evangéliumban, azt gondolták, hogy ő a megváltó, a messiás. És nem érezte magát megváltónak, Istennek, mint a ma embere sokszor. Micsoda alázat volt benne. És hogy átlátta korának a problémáját? Hogy átlátta az embereknek az életét? És Jézus ezt újra ismétli. Azt mondja, hogy éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, börtönben voltam, meglátogattatok, ruhátlan voltam, fölruháztatok. Testvérek, adventből még van vissza egy másfél hét. Próbáljuk meg ezzel a keresztény örömmel, reménnyel megélni ezt a másfél hetet, és mindent fölvállalni azért, hogy az emberek lássák, érdemes kereszténynek lenni. Ne csak lógó, orrú, folyton folyvás, síró, panaszkodó embereket lássanak meg. Azt mondják, hogy ide nem érdemes tartozni. Ez bennem megvan a keresztények nélkül is. Nem mi. A krisztusi öröm hordozói vagyunk. És így álljunk helyt ki a maga élet állapotában, munkájában, a tanulásban, a munkahelyen, otthon, gyerekként, fiatalon, felnőttként, öregen is, még betegen is. Hát adja Isten, hogy ne csak apostolai, de igazi, hiteles, jó tanúi is legyünk ebben a világban a mi Urunknak, aki adjon nekünk ehhez örömöt, reményteli szívet, lelket és sok-sok kegyelmet. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben,
hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy felismerjük szent akaratát, és teljesítsük is, amit elvár tőlünk. Neveld, Urunk, jóságra népedet, és engedd, hogy híveid jóságát megismerje minden ember. Téged, hallgass meg minket. Add, hogy szent atyánk és püspökeink a társadalmi igazságosság és szeretet lankadatlan hirdetői legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ébreszd fel a világ népeiben a testvéri egybetartozás tudatát és a segítő szeretetet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy szeressük az igazságot, és tartsuk tiszteletben embertársaink jogait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj bátorságot a félénkeknek, gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a szomorúaknak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tisztítsd meg szívünket a Szentlélek tüzével, hogy jól előkészüljünk a közelgő ünnepekre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy megváltunk érkezésének ünnepét örömmel fogadjuk, és részünk lehessen az örök boldogságban, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész a Szentegyház javára. Kérünk Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk szüntelenül előtted álljon, add, hogy örök akaratod szerint hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örökisten, Krisztus a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséged himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Oh,
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnnek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség veled mindenkor. Békesség.
az Isten bárányaim, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk, kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a héten
gyárvároson a szokott időben, kedden és csütörtökön, hajnali 6 órakor Roráté Szent Mise lesz. Szeretettel hívom és várom a kedves híveket ezekre a Roráté Szent Misékre. Továbbá szerdán, az esti 6 órási Szent Mise után a gyárvárosi templomban adventi filmvetítést tartunk az Irgalmasság Szentéve jegyében. Lukaszevics lengyel rendező Faustina az Irgalmasság üzenete című magyarul beszélő filmjét nézzük meg, amely Szent Faustina nővérnek, az isteni irgalmasság apostolának életét mutatja be. Ez a film körülbelül 70-75 perces magyarul beszélő film. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, ez is készítsen elő bennünket, nem csak a karácsonyra, hanem a Szent Év, az Irgalmasság Szent Évének megéléséhez. Csütörtökön, 17-én, 16:30-kor lesz a gyárvárosi iskolások hagyományos karácsonyi hangversenye a templomban, adventi hangulatok gyárvárossal címmel. Erre is várunk mindenkit, sőt, folytatom tovább. Pénteken este 17:30-kor a mise után Studer Zsóka tanárnő jön a kórusával, ad adventi hangversenyt, míg szombaton az esti mise után pedig a Silencium kórusunk ad adventi hangversenyt a templomban. Ezekre is hívjuk a testvéreket. Jövő vasárnap advent 4. vasárnapja lesz. A szokott időkben lesznek a szent misék, tehát szombaton este 6 órakor gyárvároson, előtte adventi gyertyagyújtás, mise után a kórusunk hangversenye. Vasárnap reggel 4:08-kor, délelőtt 10 órakor gyárvároson szent mise, délután 3 órakor itt Újhegyen ige liturgia, az elején adventi gyertyagyújtás. Gyárvároson jövő vasárnap papcsere lesz, de csak vasárnapra. Ahogy lenni szokott adventben és nagybőjtben, a Bicsérdi atyával szoktunk egy-egy vasárnapot cserélni, hogy legyen idegen gyóntató, akik másnál szeretnének gyónni, nálunk is és náluk is. Ezért a gyárvárosi miséket reggel 4:08-kor és délelőtt 10 órakor ő fogja tartani, és előtte gyóntatás lesz, buzdítom a híveket, ahogy a prédikációban is mondtam. Tisztuljunk meg karácsonyra bűneinktől. Aki még nem végezte el a karácsonyi szentgyónását, kérem, hogy menjen le időben, nem az utolsó pillanatban, hiszen az atya még 2 mise között Bogádra is megy, vagy akár oda is át lehet menni. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Adományokat a karácsonyi virágdíszítésre köszönettel elfogadunk, a sekrestésnél lehet leadni. Karácsonyi képeslapok, jövő évi kalendárium és naptárak a sekrestésnél vásárolhatók. Most fogadjuk a Szent Mise áldását. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Templomodból, Uram, mielőtt távozom, térdre hurva újból fohászkodom, buzgón esedezve arra kérlek téged, áld meg családunkat és a távol levőket. Ha te benned bízva munkája után vár, hulla is munkájára áldásod harmatát. Hogyha víz rohan rá, és tőled kér segít, jóságos kezeddel hálítsd el a veszélyt. Hogy így napról napra, hálatelt szívvel, dísérjünk téged most és mindörökké. Amen. És még egy fontos kérés. Holnaphoz egy hétre, azaz 21-én, hétfőn, 00:30-kor, délután 00:30-kor a gyárvárosi templomnál ételosztás lesz, ahogy azt minden évben tenni szoktuk karácsony előtt is. És ide tényleg szegény családok jönnek, hiszen a postások viszik ki a meghívót erre az ebédre,
és azoknak adják, akik rászorulnak itt a környékünkön. Ilyenkor szoktunk ruhákat is osztani nekik. Ha valakinek van fölösleges ruhája, vagy a gyerekeknek játék, édesség, kérem, hogy a héten juttassák el a gyárvárosi plébániára, és ezt 21-én hétfőn az odaérkezőknek szét fogjuk osztani. Köszönjük előre is. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála!